A Cegrédi Dühöngő Bajnokság jubileumi szezonját Jezernicki Attila, Pest megyei Szabadidősport Szövetség elnöke nyitotta meg. Elmondta, nagyon magas színvonalon zajlik már 10. éve ez a rendezvény, amiből többek között a mini EB, vagy akár a mini BL is alakult. A fiatalokat köszöntötte a város polgármestere is, aki balhátvédként szintén rendszeres résztvevője volt ilyen bajnokságoknak. Nagyon jó, hogy ezek a közösségek együtt vannak. Ebben az atomizált világunkban fontos, hogy mindig együtt legyenek. Nem láttam elég intenzív bemelegítést, úgyhogy jó lenne jó bemelegíteni, nehogy lesérüljenek, és mindenkinek eredményes játékot kívánok. Szerintem nem a győzelem a lényeg, hanem az, hogy együtt vannak, hogy egy jót fociznak, és esetleg utána elmennek sörözni. Jó játékot kívánok. A Dühöngő Bajnokság lakossági kezdeményezésre indult el a Pest megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében. Azóta az önkormányzat is csatlakozott a szervezéshez. Kezdetben a város több labdázójában is zajlott a játék. Gyakorlatilag a következő szezon már itt kezdtük el a mindenki át a fajátszótérnek ismert helyszínen, úgyhogy ez lett végül az otthona a bajnokságnak. Ez a 10. szezon, most is 7 csapattal indultunk, és látszik, hogy mi mindig vannak olyan csapatok, akik az első szezonon is ott voltak, úgyhogy ez egy mindenképpen jó dolog. És ugye a csapatképek azóta megváltoztak, akik akkor fiatalok voltak, most már lehet, hogy a gyerekeikkel fotózkodnak, de ez mindenképpen egy jó dolog, úgyhogy reméljük, hogy még tovább fog majd tartani, mint ez a 10 szezon. A kezdetektől résztvevő, valamint a 2021-es, illetve a tavalyi szezont megnyerő csapat tagja, Mogyorósi Gábor nosztalgikus érzésekkel tekint vissza az elmúlt 10 esztendőre. Azt tudom mondani, hogy ilyen nosztalgikus lassan már, hogyha visszagondolok az első szezonra, és most már a 10-be belelépünk. Hát azt tudom mondani, hogy a keret tagjai azok nem sokat változtak, tehát hogy akik az első szezonban részt vettek, azok most is itt vannak. Persze azért van egy-kettő erősítés, egy-két fiatal játékos, mert itt a csapatnak a magja azért már belemegy a 40 fölé, és most éppen a 10. szezonra van 2 darab fiatal játékos erősítő, de nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy itt tudunk futballozni így szabadidőnkben. A városi és megyei díjjal is elismert bajnokság szervezői az elmúlt 10 esztendőt felölelő kiállítással kedveskedtek a résztvevőknek. Emellett pedig emléktáblát is avattak a helyszínen, melyen az elmúlt 9 szezon győztes csapatainak a névsora szerepel.